Nem árulta el a rendőrség, hogy mi indokolta a mai egynapos fokozott ellenőrzést a fővárosban, és annak is csak a pesti oldalán. Annyit azonban megtudtunk, hogy más oka is volt a razziának, nem csak a hivatalos magyarázat, vagyis a közrend és a közbiztonság fenntartása, illetve a jogellenes cselekmények megakadályozása. A rendőrök okmányokat ellenőriztek, utasokat motoztak meg, és autókat néztek át A-tól Z-ig, és ez így lesz éjfélig. Éjfélig még bárki belefuthat egy ilyen intézkedésbe a pesti oldalon. 9 kerületben rendelt el kiemelt vizsgálódást Budapest rendőrfőkapitánya. Mivel fokozott ellenőrzést hajtott végre, megkérném az urakat, hogy szálljanak ki egy gépjárműből. Problémamentes esetben 10 perc, negyed óráig tart az ellenőrzés. A legkellemetlenebb a motozás lehet. Mint a bűnözőknek, kezeket a motorház tetőre téve kell eltűrni a ruha átvizsgálását. A rendőrök egyébként nem csak a fokozott ellenőrzés alkalmával élhetnek ezzel az eszközzel. Bármikor, ha gyanús jelet látnak, megmotozhatják az utasokat minden külön felhatalmazás nélkül. Hajoljon bele, egyesző, sálljon ide, és át fogom nézni a gépjárművet, maradjon így, át fogom nézni a gépjárművet, átmegyek a másik oldalra, és átnézem az autót. Csak hogy lássa, hogy mit teszek, jó? A leintett autós békés és együttműködő. Van kivétel, de ez a jellemző a rendőrök szerint. Következnek az úti okmányok. Újpest központ, az Újpest 60-as kér. Kínos csönd, várakozás. Vezetői engedély Szabó Sándor nevére van kiállítva. 2011.09.15-ig volt érvényes. Nincs eltiltása. Nyugtesztem, mindjárt tájékoztatlak az intézkedés végéről. Uram, a vezetői engedélye 2011.09.15-én lejárt. Az autó vezetője abba a hibába esett, mint sokan. Nem vette észre, hogy jogosítványa orvosi érvényessége lejárt. Jól lehet, az okmány még figyelembe vehető a személyi azonosításra. Ez egy 5000 forintos helyszíni bírság. Szabó Sándort pechszéria kíséri egy ideje. Egy héten belül már 2-szer is megbüntették gyorshajtásért, sőt, nemrégiben betörő is járt a lakásában. A balszerencse sorozat ellenére megadóan viselte az újabb csapást, mi több, egyetért az ilyen razziákkal. Megmondom, nem zavart azt, abszolút, sőt örülök neki, hogy ilyen alaposak. És erre nem tudom, hogy ideillik vagy nem, de elmondanám, hogy pont pénteken raboltak ki minket. És itt lakok a szomszéd utcába, reggel 5 órakor mondhatnám, hogy fényes nappal. A következő autóban egy 4-tagú család utazott. Kés szúróvágó eszközt találok a gépjárműben bárhol. Ajánlatos megfontolni a választ, ugyanis az utastérben szállított penge mérete hatással lehet a pénztárcára is. Hát ez 8 cm fölötti, de közbiztonságra kölcsönveszélyes eszköznek minősége jogszabály szerint. Gyorsan végzett a család, náluk nem találtak hibát a rendőrök. A fokozott ellenőrzés éjfélkor zárul a főváros pesti oldalán.